Sziasztok, én Tényi Bányt vagyok, szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornámon. Most egy filmelemzéssel jelentkeznék. Számomra nagyon kedves rendező Pier Paolo Pasolini Máté Evangéliuma című filmjéről osztanék meg néhány gondolatot. Annó még az egyetemen ez volt a fő területem, ezzel foglalkoztam, ez volt a szakdolgozatom, illetve a diplomamunkám. Akkor röviden megosztanék pár gondolatot erről a nagyon szép, nagyon máig szerintem a Bibliához, Szentíráshoz leghűbb keresztény alkotás, és az az érdekesség benne, hogy egy marxista csinálta, Pasolini ugye hithű marxista volt, és hát a marxizmus és a kereszténység egymástól kicsit távol álló dolog, de mégis ez a furcsa, hogy mégis ő készítette el az egyik leghitelesebb bibliai adaptációt. Akkor felolvasnék egy rövid részletet az Eretnek Empirizmus című Pasolini monográfiából, mielőtt felolvasnám a rövid elemzésemet. Idézném akkor. Krisztus alakjában az ellenállás erőszakosságát kellene látnunk, olyas valamit, ami szöges ellentétben áll a modern ember életével, a benne szürként tobzódó cinizmussal, iróniával, gyakorlatilag durvasággal, megalkuvással, meghunyáckodással, önazonosságának a tömeg arcában való feldicsőítésével, mindenféle másság iránti gyűlöletével, vallás nélkül teológiai haragjával, írta Pasolini. Írásomban tehát akkor röviden megemlékeznék Pier Paolo Pasolini költő és filmrendező Máté Evangéliuma című 1964-ben forgatott filmjére. Választ szeretnék keresni a megtekintett alkotás, a felhasznált irodalom és az alkotó Pasolini vallomásos megnyilatkozásai alapján, hogy mit is jelentett a sokoldalú művész számára Krisztus. Krisztus elsősorban ember számára, Pasolini politikai és egzisztenciális radikalizmusa kapcsán nem hitt a Biblia Isten fia elképzelésben. Mégis az olasz rendező volt az, aki az egyetemes filmtörténet során elkészült filmek között máig az egyik legjelentősebb keresztény alkotást vitte vászonra. A filmben Pasolini radikalizmusa mentén a hős, a másság forradalmi és diadalmaskodó Krisztusa lesz. Ezt a Krisztus szeretném most itt röviden megérteni, bemutatni és közelhozni. Pasolini egyébként korábban is foglalkoztatta a vallás témája, amely nehezen lehetett része a marxista ideológiának, baloldali szemléletének. Ahogy Pasolini Túró című filmjében Orson Welles a film főszereplője mondta, idézem, a metafizika az élettel és halállal való foglalkozás, ami ebből kifolyólag okvetelő kapcsolódik a valláshoz, nem kelthet felszínes érdeklődéssel többet egy marxista polgár eszmerendszerében. Tehát itt láthatjátok, hogy micsoda ellentétek vannak ugye a két, ugye a kereszténység és a marxizmus között. A Túró című rövid filmje is egy elég provokatív alkotás volt. Idézném Nathaniel Rich Pasolini Passió című dolgozatát, amiben egyértelműen arra utal, hogy a rendező már boncologatta a Túró című filmben és a hit kérdését és annak politikai problematikusságát. Pasolini politikai pártosságát is elemző irodalom és a filmet elemző beszámolók alapján a Túró című film már bemutat egy sajátos szemléletet, amelyben jelen van Krisztus, mint egyfajta lázadó forradalmár szemben állva a hagyományos vallásos és politikai konzervatív, hangsúlyoznom kell konzervatív szót, jelenségekkel. Nathaniel Rich 2007-es tanulmányában kiemeli a korai film egyik jelenetét, amelyben a főszereplőt megformáló olasz Orson Welles kijelenti, hogy Olaszországban vannak legnagyobb számban az írni és olvasni nem tudók, a legtudatlanabb, legbüvetlenebb középosztályok egész Európában. Az átlagember Olaszországban közönséges bűnöző, egy szörny. Az átlag olasz polgár rasszista, imperialista, rabszolgaság pártolója mélységesen középszerű. E rövid monológ a filmben elég volt ahhoz, hogy egész Itáliában, mind jobb oldalon, mind a bal oldalon általános elítélés és megbotránkoztatás érje Pasolinit és alkotásait. Olyannyira, hogy még vádat is emeltek ellene, amelyet az állam vallásának megsértésével indokoltak. Amint ugye tudjuk, hogy Olaszország akkor, meg most is nyilván a
egy milyen katolikus, milyen vallásos ország. Pasolini először a Szentföldön, a mai és akkori Izraelben szerette volna leforgatni a filmet, egy kis érdekességet is mondjak, azonban végül úgy döntött, hogy saját hazáját, Észak-Itáliát választja a jelenetek leforgatását, azzal indokolva, hogy a Szentföld már jelentősen vesztett antik értékeiből, túlságosan is modernizált és multikulturális lett. Akkor röviden egy idézetet még, hogy Pasolini miért volt benne az indítatás, hogy egyáltalán marxistaként hozzányúljon a Szentíráshoz. Pasolinit idézném akkor a hitről, hogy az ő hitéről, hogy neki mit jelentett a hit. Én a dolgokat egy meglehetősen belső lényegükben érzékelem. Az én nézőpontom a világról és a benne lévő tárgyakról nem természetesen adott, hanem egy egyén által kiválasztott. Minden egyes dolgot úgy érzékelek, mint csodákat. Nekem minden anyag, tárgy, egy csoda is egyben. Az én világnézetem, ami bizonyos értelemben egy vallásos nézet, bár ez a vallásosság nem merev és nem kirekesztő. Ezért választok efféle tárgyakat munkáim alapjául, idézi Nicole Naldi 2010-ben megjelent tanulmányában. Akkor a forradalmi Krisztus képe itt a végén, amit gyorsan felolvasték nektek, hogy Pasolini hogyan ábrázolta Jézus Krisztust a filmben, ami hát mai napig nagyon problematikusnak vélnek, mint a problematikus ábrázolást tekintető abban az értelemben, hogy Pasolini jelentéktelenné tette a természet feletti elemeket a bibliai történetben. A sokakkal csodákat tevő Jézus helyett egy isteni, aki isteni erővel gyógyított a filmben, sokkal inkább egy ember van jelen. Tehát Pasolini inkább egy esendő embert jelent meg, aki mégis föllázad az elnyomás ellen. Különös, hogy Pasolini Jézus szoború a filmben. Istenünk fia inkább esendő ember, egy sajátos számkövetet, akit nem ért meg senki. A tanítványok a filmben és az írásban nem is olyan emberek voltak, akiknek bármi hatalmuk lett volna az uralkodó elit felett, tehát a farizeusok felett. Szeretetük Jézus iránt az egyetlen szeretet, az igaz szeretet. Kovács András Bálint 2010-esben megjelent könyve a Modern Film Irányzatai című munkájában külön fejezetet szentel Pasoliniak, amelyben arra a következtetésre jut, hogy a homoszexuális és marxista rendező arra használta fel Krisztus történetét, hogy bemutassa a kortárs Olaszország legszegényebb rétegeinek a szenvedését, akik szintén kirekesztettek voltak valahogy úgy, ahogy a megváltó és tanítványa is a filmben. A kirekesztettség a másság jelenségének beépítése a filmben azt eredményezte, hogy az isteni fenségesség helyett inkább egy politikai forradalmárként kerül ábrázolásra Jézus, aki felkarolta az elnyomottakat, meggyógyította a betegeket, és igazságot hirdet a farizeusok hatalmával szemben, majd az emberekért kereszthalált hal. Krisztus a filmben egy forradalmár, aki az elnyomottakért küzd. Pasolini szívének legkedvesebb emberei azok az emberek voltak, akik tiszták és ártatlanok voltak a megrontott kultúra innen, akár a gyermekek. A gyermeklelkűek, akik nem voltak kitéve a középszerű kultúrának, akik követték a lázadót, a forradalmát, Krisztust, és együtt harcoltak vele az elnyomás ellen. Az elnyomás ellen. Az elnyomás ellen.